itt a mai vigadóba. Itt vagyok, nem vigadó, videó, de ezt nekem kér, hogy mondjam, mama. Na. Oda kell, hogy üljek. Hova? Hát ahol ülsz. Na. Csak kimentem egy percre. Na, hát húzd el a széket. Hát de hogy húzzam el a széket? Így várjál, fordulj így, így most a jó. Na. Tehát a mai vigadóban, elmondom mi lesz, sokan írták már, meg kérték is, meg adták ötletként is, hogy mutassuk be a filmstúdió professzionális felszereléseit, kamera, állvány, stb., amivel forgatjuk a filmeket, videóklippeket, régebben is készítettünk videóklippet, azt hiszem 3 darabot, majd megnézzük. Úgyhogy nézzük meg, izgalmas videó lesz, semmiről nem fog szólni, unalmas, de azért nézzük meg. Na, itt van egy dolly, ezt úgy hívják, hogy dolly, ezzel szoktuk a svenkeket forgatni, készíteni, ugye ide rakjuk a kamerát a tetejére, és nekünk nem ilyen sín csíkunk van, vagy hogy mondjam, amin rárakjuk a nem tudom mit, és akkor előre, hátra lehet tolni, mert az gagyi, meg nagyobb helyet is foglal. Mi nem olyat használunk, mi egy ilyen kis kocsikát használunk, ez tömör. Tömör. Fém, 15.000 forint volt, ez a kocsi. Plusz a fej volt egy 10-es. És ezt ráoperáltam, raktam alá egy ilyen fát, hogy magasabb legyen, hogyha a rohadt, hogyha csináljuk ezt, akkor ne ütközzön be ebbe a kerékbe. Azután van ez a Rode mikrofon, most be van kötve a kamerába. Ez a mikrofon. Nem a legjobb, mert recseg, meg zajos, meg sistereg, úgyhogy nekem nem jött be ez a Rode mikrofon. Egy statív, közismertebb néven állvány. Szintén Wellbone, mint a dolly, ezzel szoktuk készíteni a fix kamera állásokat. A fej az nagyon jó, tehát ez nagyon ilyen fejet kell, hogy vegyem, bárki, aki akar komolyabban videózni, nem ilyen gagyi, tudjátok miért. Ennek nagyon jó a feje, tehát ez olyan finoman mozog, látjátok, le és akár jobbra-balra is, hogy ez olyan jó, hogy nem igaz. És itt van továbbá a Flycam 3000, mondhatjuk úgy, hogy Steadicam, ez az, ezt szinte mindig használjuk. Ez így néz ki, súlyok, van ebből még 2 különböző, amit rá lehet rakni, továbbá itt a menj már onnan, itt van egy ilyen súlyok vannak, még a Steadicamre, nem tudom, hogy hol a másik, ezt meg fogom keresni, kurva jó. Ezt így meg lehet fogni, ugye rá van rakva a kamera, és így eloszlatja a súlyt, biztos láttatok már ilyet, és olyan, minthogyha nem rászkódna kézből, hanem minthogyha valami sinen tolná az ember, nem mozog. Professzionális felszerelés, 40.000 forint volt. Volt ehhozzá még ilyen súly eloszlató kar, amit a kezünkre kell rakni, hogy ne legyen olyan nehéz, de nem tudom, hol a vas. Mert volt ez alatt egy ilyen, vagy emellé jár egy ilyen fémrúd. Úgy van, na mindegy. Úgyhogy ebből a Steadicammel forgattuk Anfieldnak a videóklipjét régebben, Cetlinek a vallomását, a Dollyval forgattuk Zsombornak a Troll című számát. Végezetül a Green Box zöld vászon, jó nagy, 3x3 méter. Elvileg az MTV-ből van, de gyűrött volt, úgyhogy kidobták, így kaptuk, örökbe, hangsúlyozom, ha igaz. Ezzel szoktuk a jeleneteket fölvenni, nagyon jó, tehát igazi Green Box, ilyen színűnek kell legyen. És már csak egyetlen egy dolog maradt, a kamera, egy
Canon 600D, de ezt nem tudom, hogy megmutatni, úgyhogy hoztam egy tükröt, nézzük meg tükörrel. Lássátok! Itt van! Itt van! Mennyire látszik, semennyire nem látszik. Itt van, éppen rögzíti. A rohadt fény, itt van. Úgyhogy ez a kamera. Mindenkinek ilyen van. Remélem. Úgyhogy ez volt a videó. Láthattátok. Sziasztok.